Véget értek az ünnepek, lassan mindenki leszedi a karácsonyfát, azonban a téli vakáció időszakának korán sincs vége. A síszezon például még csak most kezdődik, legalábbis ami a magyarok utazási szokásait illeti. A környező országokban, például Ausztriában, megfelelő időjárás esetén november közepe a síszezon kezdési időpontja, de mi inkább az év elején, január-februárban keressük fel a környező országokat, de nem csak a síelés miatt. Szánkozni azt szeretünk. Szent Anton am Arbergbe szoktunk menni, a liechtensteini határ előtt van Ausztriába. Túrázni, kirándulni, így úgy mondom. Hova? Ausztria. Ha megtehetném, akkor elmennék Svédországba. És ott mit csinálná? Hát sielnék, meg igazából nagyon közel állnak hozzám a svéd emberek. Szóval, ja, az egész kultúra, meg szeretem. Szívesen mennék bármilyen országba, ahol vannak hegyek, és lehet síelni. Mert nagyon szeretek síelni, és van gyerekkorom óta közel áll hozzám ez a sport. Ribi Péter, az egyik székesfehérvári utazási iroda ügyvezető igazgatója azt mondja, hogy tapasztalatuk szerint a magyarok és a fehérváriak leginkább a szomszédos országok hegyvidéki területeire tervezik a téli vakációt. A fő célterület Ausztria, a második fő terület pedig Olaszország, utána Szlovákia, illetve Franciaország. Egyre népszerűbb egyébként a sísport Magyarországon is, ami talán kevésbé jó, hogy egyre drágábbak a síbéleteknek az árai. Tehát korábban, mit tudom én, ilyen 40-50 euró között volt, most már sok helyen 60 euró fölötti a napi jegy. Sokan vannak, akik rendszeresen ugyanarra a jól megszokott szállásra és sípályára járnak vissza, míg mások inkább új helyszíneket fedeznek fel. A síelés mellett a különböző helyi látványosságok és szervezett túrák is vonzák a látogatókat a csodaszép téli tájakon. Rövidebb buszos kirándulások télen, elsősorban az adventi, illetve a szilveszteri, valamint a karneváli időszakra korlátozódnak. Mostanában jött meg 8 szilveszteri csoportunk Európa különböző részeiből, illetve majd legközelebb ezek a buszos utazások, a karneváli utazások lesznek. Természetesen még most sem késő országot, szállást és programot választani egy-egy hétre, vagy csak néhány napra, hogy minél kellemesebben teljen a tél hátra lévő része. A város utazási irodái számos lehetőséggel várják azokat, akik számára nem csak a nyár jelenti az önfeled kikapcsolódást és a szokásos vakációt.